Hogy érzed magad, milyen volt ez a verseny? Hát nagyon kemény volt, főleg itt az utolsó egyenes, de jó leső volt, hogy az elejében tudtam lenni. Most így végül nem tudom, hogy mi lett a vége, mert itt közben mondták már, hogy hetedik, voltam előtte ötödik, úgyhogy ez most így nem tudom, hogy mi lett a vége, remélem, hogy visszatesznek ötödiknek. Nem tudom, hát valószínű, hogy azért a célfotó alapján kezdtek el hátrébb sorolni, de még azért változhat ez így közben, jó lesne, hogyha inkább ötödik lenne, mint hetedik. Úgyhogy ez mindenképp jó lenne, de nagyon kemény volt, főleg ez az utolsó egyenes, ez szörnyen fájt már. Főleg így, hogy egy komoly gunyóba is belekeveredtem itt a végén, de ez benne van, úgyhogy kihoztam azt hiszem a maximumot ebből most. Mit tapasztaltál a vízben a szurkolókból? Milyen volt a hangulat? Hát itt az utolsó egyenesekben ezen a 240 méteren, ami itt volt a lelátó előtt, itt azért mindig hallottam a kiabálást, a buzdítást, úgyhogy azért ez így jó eső volt. Rád a kör többi részén azért messze voltunk, úgyhogy ebből nem éreztünk annyit, de mindenképp itt az utolsó egyenesben sokat jelentett. Ez volt az első szám, most hogyan tovább a világbajnokságon? Hát még úszkálunk egy jó párat, aztán keddig még azért kicsit regenerálódunk, tehát azért addig még lesz egy pár kilométer a medencében, akár itt a Balatonban is, úgyhogy mindenképp úszással fog telni a maradék időszak is addig, és hát remélem a 10 kilométer, ha hetedik, akkor ennél csak jobb lesz, ha ötödik, akkor meg hasonlóan így vagy jobban. Úgy legyen, nagyon sok sikert kívánunk!